Mentőosztag. Rémálom a víz alatt, írta Isaac Spindle. Ezt a csodás létesítményt 3 éve fejezték be. Egy alvó vulkán mellett épült. Vulkán mellett? Ne aggódj, ez a vulkán már több mint 1000 éve nem működik. Ha jobbra fordulnak, egy bekerített területet látnak. Ebben a tenger alatti állatkertben számos érdekes tengeri állat él. Ezen a részen ez a cápa lakik más veszélyes ragadozók társaságában. Ugyanakkor azok a vidám barna delfinek igen barátságosak és szabadon úszkálhatnak. Gyere, papa! Nézd csak a farokuszonyát! De helyes! Úgy látszik, semmitől se fél. Úgy foglak hívni, hogy... Finley. Látod, utánoz engem? Látom. Tudod, Ricky, van egy olyan program, ahol a gyerekek delfinekkel úsznak. Jövőre beiratkozhatsz. Mondtam már, nem akarok megtanulni úszni. Nem szeretem a vizet. Csak egy ötlet volt. Gyere, ne maradjunk le. Kérem, őrizzék meg nyugalmukat és jöjjenek a lifthez. Itt rekedtünk! Vízimentők parancsnokság. Az alvó vulkáról van szó a víz alatti ország mellett. Igen? Most ébredt föl. Mentőosztag parancsnokság. Fölmértem a helyzetet, és nem túl jó. Az építmény omladozik, a liftek nem működnek, és bennrekedtek a turisták. Itt vagyunk a közelben, de kell a segítség. Már is indulunk. Mi Rockyval a turistákat mentjük. Ariel, te próbálj segíteni az állatokon. Rendben. A víz már teljesen elöntötte a másik liftet. Ez az akna járható. Itt megyünk be és jövünk ki. Akkor ereszkedjünk le. Ha leértünk, ehhez az aknához vezetjük a turistákat, és feljövünk velük. Eddig nem voltam tengeri beteg. Úgy látom, a másik liftnél vannak. Menjünk oda! Ez csak óvintézkedés, szokásos eljárás. Vagyis számítottak ilyesmire? Hű. Ez csak víz, Ricky. Nem lesz baj. Nem félek, csak aggódom Finleyért. Aj, papa! Emelkedik a hőmérséklet. Gyerekek, úgy látszik vulkánszünetet kaptok. Bár nem tudom, hogy engedlek ki titeket. Üdvözlöm Önöket! Őrizzék meg a nyugalmukat! Hála Istennek! Álljanak szorosan mögém és kövessenek! Kiviszük Önöket, ahogy mi bejutottunk. De ígérd meg, hogy nem kell úszni, ígérd meg! A fiam kicsit fél a víztől. És aggódom a barna delfinekért. Ne aggódj! Az állatszakértőnk már ott van, hogy biztonságba helyezze őket. Itt ragadtunk! Beheggesztjük ezt az ajtót, és más kiutat keresünk, mielőtt elönt a víz. Milyen más kiutat? Most meg kell találni. Jövök, segítek! Mi a baj, Finley?
Megvan. Ez a biztonsági ajtó nem engedi be a levegőt. Megtaláljuk a kivezető utat. Valaki elveszett. Ricky, a fiam. Rocky, vidd ki őket. Én a fiú után megyek. Fél a víztől, és nem tud úszni. Ne aggódjon. Kimentjük. Mindenkit kimentünk innen. Egyébként mióta tagja a mentőosztagnak? Épp elég ideje. Mi a baj, Finley? Mit akarsz? Visszamegyek. Itt ragadtam. Á, remek. Mindjárt elpusztulunk, maga meg itt játszadozik a gépével. Mennyi ideig tart ki a levegőnk? Én nem hiszem, hogy ezt túlélem. Ez nem az a helyzet, amikor feladhatja. Fel, ez az. Bingo, a szellőző. Mindenképpen a felszínre vezet, és lefogadom, hogy itt létre is van. Finley! Ki kell vinnem titeket innen. Halétel. Tökéletes. Ricky, ne sírj! Egy másik úton kihozlak. Nem tudok úszni. Tudom. Csak ne félj. Bob, állj le egy szilárd pontra és vágj kijáratot. Rendben, Billy. Gil, küldj be Némót az elöntött járatot. Az egyik utas különleges szállítást igényel. Már úton vagyok. Rendben, Némo, indulj a fiúért. A helyemen vagyok, várlak titeket. Semmi értelme, feladom. Én viszont nem adom fel. Én sem adom fel. Megcsináltuk, rendben. Tarts ki, Ricky, úton a segítség. Hívjatok csak az állatok védőszentjének. Kénytelen futás közben enni. Ő Némó, kapaszkodj bele és kivisz a víz alatt. Jaj, ne! Én félek a víztől. Ricky, tudod mire jó a félelem? Semmire. De hát valójában le tudod győzni. Hogy értem ezt? A félelem benned van, igaz? És te nagyobb vagy mindennél, ami benned van. És ha egyszer eldöntöd, hogy te vagy a főnök, a félelem lassan el is tűnik. Nagyobb vagyok nálad. A levegőt kell venned. Ütögesd meg Némó oldalát, és ő feljön a felszínre. Most pedig védj egy nagy levegőt, és tartsd bent. Ricky, itt annyira kicsi a hely, hogy egyedül kell átúsznod. Egyedül, de hát... Menni fog. Te vagy a nagyobb. Igen, nagyobb vagyok. Sikerült! Ügyes vagy! Olyan büszke vagyok rád. Papa! Az a delfines úszás, amit mondtál, egész jó lehet. Érdekel. Nagyszerű. Új dolgot elsajátítani olykor nem könnyű. Különösen, ha olyasmihez kapcsolódik, amitől félünk. Ilyen esetekben a sikertelenség még riasztóbb lehet. De ha szembenézünk a félelmeinkkel, az segíthet. Nagyon sok ember fél a víztől, amíg meg nem tanul úszni.
De a félelmet le kell győzni. Hogy biztonsággal játszhassatok a parton meg a vízben, úszni is tudnatok kell. A saját érdeketek. De akár máson is tudtok segíteni. Tartsatok ti is a mentőosztaggal. Óvjuk egymástól. Nagyon vicces vagy, Némo. Nagyon vicces. A vihar magja, írta Terry Saltzman. Majd csak elmúlik, ne aggódj, drágám. Peter, hová akarsz menni? Épp kiürítjük a várost. A repülőre akarok szállni, hogy lefotózzam a hurrikánt. Ilyen viharban nem lehet repülni. Senkit nem engednek föl. Remek! Akkor még többet érnek majd a képei. Maradj itt! Hé! Mentőosztag, parancsnokság. Na, mi a helyzet? Hurrikánról érkezett jelentés. Kép Trinity mellett földcsuszannást idézhet elő. Megkérdezem, hogy kiszálljunk-e. Ellen, Doug, majd, hogy nem utolsóként hagyjátok el a várost. Bocs, drágám, kicsit tovább tartott, mint hittük. Papa, hogyha nagyon nagy baj lesz, értesíted a mentőosztagot is, akkor biztosan megmenekül mindenki. Ugyan, Dougie. Bízom benne, hogy Sheriff apád képes lesz maga is kezelni a helyzetet. Halló, Cape Trinity, a mentőosztagtól beszélek. Adataink szerint igen erős a hurrikán. Ön hogy látja? A mentőosztag király! Dougie, hagyd ezt most. Fred Winslow vagyok, a sheriff. A helyi erőkkel is ura vagyok, a helyzetnek vége. Lehet, hogy ők a példaképeid, de az ő nadrágjuknak épp úgy két szára van, mint az enyémnek. Lehet, de ők adóbevős övet hordanak, ami még világít is. Mielőbb hagyjátok el a várost. Mi a véleményed erről? Hogy egy ilyen erős hurrikánt komolyan kell venni. Gyakorló termek. Rocky, Ariel, Jake, indulás Cape Trinity-be. Rendben! Rendszer, keressük a vízimentőegységet, Gilt és Bobot. A célszemélyeket megtaláltam. Queen kapitány! Víz alatt a motor! Saját erőforrás íján a szikláknak csapódik! Vízimentők parancsnoksága. Útra készen áll. Nagyszerű! Már is Cape Trinity-ben vagyunk. Jól látom, amit látni vélek. Juhé! Hát ez elképesztő. Még készítek pár felvételt a hurrikán magjáról, és hihetetlen pénzeket fogok kaszálni. Ön bizonyára Winslow sheriff. Billy vagyok. Tudom ki maga. Az előbb láttunk a levegőben egy gépet. Számításaink szerint épp a vihar közepe felé tart. A számításaik nélkül is tudom, hogy Peter Slater egy őrült. Engedje meg, hogy segítsünk önnek. Hát, ha már itt vannak, üljenek be a méregdrága repülőjükbe, és próbálják megmenteni annak az őrültnek az irháját. Már nekikezdtünk. És ne feledjék, itt én vagyok a főnök. Az lesz, amit én mondok. Ami azt illeti, a Nemzetközi Bizottsági Egyezmény kimondja, hogy a mentőosztag sehol és semmiféle fennhatóság alá nem tartozik. Vagy valami ilyesmit, ugye? Andy, Rocky, szálljatok fel és hozzátok le azt a repülőt! Jake, mi ketten körülnézünk, nincsenek-e áldozatai az áradásnak? Hall engem valaki? Bob, vészriadó van! Szikláknak ütközik a hajó! Itt Winslow, sheriff. Küldöm a mentőhajót. Sheriff, itt Gil a mentőosztagtól. Itt vagyunk a közelben, kimentsük őket. Nyugalom, kapitány. A mentőosztag már el is indult. Miért utálja apu a mentőosztagot? Apa nem utálja őket. Csak úgy érzi, a saját területén ő is jó. És te úgy rajongsz a mentőosztagért, hogy ő azt gondolja... Anya, vigyázz! Látom! 346-os gép, azonnal forduljon vissza és szálljon le! Nagyon sajnálom, randevum van a hurrikán magjában. Kösz, hogy gondoltak rám! Vége! Halló, halló! A mamámmal a kettes számú nyugati úton vagyunk. Egy cikláról lógunk lefelé. Hall engem valaki? Tartsatok ki! Már is indulok! Itt Jake! Minden tisztán hallottam. Azonnal ott vagyunk és segítünk. Vége!
Gyönyörű. És milyen csendes. Hogy? Jaj. Úgy látom, leáll. Nyomás! Adja ide a kezét! Beakadta! Már is indulunk, Rocky. Bár nem tudom, meddig lehet tartani a gépet. Csak addig tartsd meg, amíg kiszabadítom. Rögzítsék a létrát! Ketten kizuhantak! Segítség! Nézd csak, ki van itt, a legjobb időzítéssel. Gondolja meg, mi van, ha benne? Dagi, Ellen! Menjen a sofőr felől, én az utas felől megyek. Rendben. Dagi! Jaj, nem. Nem igaz, hogy miken túl vagyok, és teljesen hiába. Azért nem teljesen hiába, elég szép büntetést fog fizetni. És jó időre elbúcsúzhat a pilóta engedélyétől is. Örüljön, hogy ennyivel megúszta, rá is mehetett. Itt Gil, ketten beleestek a vízbe, segítséget kérek. Értettem, már is indulunk. Dagi! Utána megyek. Majd én megyek. Engem nem érdekel semmilyen egyezmény. Ott van a fia. Akkor magával megyek, ehhez két ember kell. Jól van, menjünk. Ott! Segítség! Gil, itt Wendy, megtaláltuk a két vízbe zuhant áldozatot. Előbb őt! Rendben, maga jön! Kapitány! Wendy Gilnek, egyikük elmerült. Küldöm a koordinátákat. Rendben van, Rocky. Igen, biztosan meg lesz. Megmentették a kapitányt. Megmentették. Senkit nem hagyunk bajban. Nincs nagyobb baja. Csak egy kicsit vizes. Szép munka volt, Sheriff. Igen, a magáé is. Mégiscsak kell a mentőosztat. Köszönöm, uram. Apa, a legnagyobb vagy. Igazi hős. Figyelj, Billy, ha legközelebb bajba kerülsz, csak hívd a papámat. Nem is rossz ötlet. Menjünk, Dagi. Már nagyon vár téged a mama. Azt hiszem, most elvesztettem az első számú rajongómat. Sziasztok! A hurrikántól minket megóvott a mentőrakéták. Ti akkor jártok el helyesen, ha a hurrikán útvonaláról elmentek egy biztonságosabb helyre. Ha ez nem lehetséges, a pincébe húzódjatok távol az ablaktól és a lehulló dolgoktól. És maradjatok távol a folyóktól és nagy vizektől, mert ha kicsap a víz, könnyen magával sodorhat. Legyen nálatok hordozható rádió és elem az időjárás jelentések miatt. De se jó, se rossz időben ne kockáztassatok feleslegesen, ugyanis nem éri meg. A legfrissebb sajtó. A címlapon a helyi mentés hőse Winslow Sheriff.
Magyar hangok. Rosta Sándor, Holnándor, Balázsi Gyula, Németh Kriszta, Mécsel Rikó. Magyar szöveg Nagy Mónika Zsuzsanna. Hangmérnök Metzger Zoltán. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. Szerkesztő Szádvári Szabó Zoltán. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.